Mondjatok gyorsan egy számot 1 és 208 között. 126. 126 os élet és halál. Kümbong Suni megkérdezte Hé Wolzen mestert. Van-e élete és halála a megvilágosodott embernek? Látod az eget? Van-e megjelenése vagy eltűnése? Kérdezte vissza Hé Wolzen mester. Kümbong nem tudott válaszolni. Elment Mangong mesterhez, és elmondta neki a történetet. Mangong zenmester megkérdezte. Miért hagytad válasz nélkül Heol Sunimot és jöttél hozzám? Mit mondhattam volna, Rökönyödött meg Kümbong. Miért gondolkodsz ennyit? kérdezte vissza Mangong. Kümbong megint elnémult. Utána hirtelen rájött, felállt és leborult a zenmester előtt. Mangong Sunim nagyon örült és így szólt. Csodálatos, csodálatos! Kérdések. Van-e élete és halála a megvilágosodott embernek? Van-e az égnek megjelenése vagy eltűnése? Mire jött rá Kümbong? Kommentár. Ha szomjas vagy, így áll. Ha fáradt vagy, pihenj. Az ég mindig kék, a hegyek örökké felfelé magasodnak. A kutya és a macska érti a dolgát. A kommentár az természetesen Cungszánzen mesteré. Nagyon sokszor teszi hozzá más esetekben, hogy de az emberek nem értik. Vajon mi miért nem értjük a dolgunkat? Mi az, ami meggátol minket ebben? És az a legérdekesebb, hogy az az elme, amelynek a tevékenységétől mi annyira függünk, és annyira azonosulunk vele, pont ez az, ami közelebb is vihet, és távolabb is vihet ettől. Mi a különbség? Ha az értelem valahogy belátja, hogy valami nagyobbat kéne szolgálni, mint önmaga, akkor közelebb kerül ahhoz, ami az eredeti emberi természet, és ezáltal megtapasztalhatjuk önvalunkat, és megtalálhatjuk az utunkat. De ha nem ismerjük meg önmagunkat, akkor az elménk tevékenységét sem tudjuk megismerni, nem tudjuk uralni. És akkor a karmánk, a szokásaink a legborzasztóbb helyekre tudnak minket vinni, a legérdekesebb létállapotokat tudják vélünk fölvétetni, és ekkor olyan helyzetben, olyan identitásban találod magadat, hogy még magad is meglepődsz. Pedig az egész látszólag veled történik. Te váltál azzá az emberré. Te végzed a munkádat, nem más te vagy a családod tagja, mint apa, anya, gyermek, nagyszülök. És ha megnézed, mennyire a sajátod ez? Mennyire érted a dolgodat ezen helyzetekben? Mennyire látod tisztán a kapcsolatot, és működsz helyesen? És nemrég egy darma beszéden megkérdezték kedvesen tőlem, hogy Zunyim, a nemes nyolcrétű ösvény összes tagja ezzel kezdődik, hogy helyes, ugyanis ez a négy nemes igazság közül a negyedik, a szenvedésből kivezető út. Ez a nemes nyolcét ősvény, amely nagyjából így szól, hogy helyes beszéd, helyes hozzáállás, helyes cselekvés, helyes életvitel, helyes pályaválasztás. Mitől helyes ez? És ez bizony attól lesz helyes, hogy tisztán látsz hogy elértél valamit, amely benned van, de mégsem azonos az éneddel. Tehát a helyes, az abból következik, hogy van valamilyen tapasztalásunk arról, amit igazi önvalónknak, igaz természetünknek, emberi mi voltunknak szoktunk mondani. Itt nyugaton az ábrahámit a vallások ugye kivetítik többféle istenkébe, többféle istenfogalomba, de nagyon gyakran az út a tapasztalathoz vezet, a képek pedig elvezetnek a tapasztalástól. Hát azért foglalkozunk a keleti megfogalmazással, mert az tapasztalatból született, és visszavezet a tapasztaláshoz. Nyugaton rengeteg idea tapad ehhez, és ezt az ideát teológiák, vallások, később a tudomány és egyéb izmusok tárgyalják, de nem szükségszerűen, vagy csak nagyon ritkán vezetnek el a tapasztaláshoz ezek a gondolatok. Márpedig, hogyha csak a gondolatokat veszed alapul, akkor a tapasztalás hiányzik. És a legfontosabb dologról, hogy te ki vagy itt belül, nem szerzel elsődleges tapasztalást. Ez olyan, mintha a szakácskönyvet szeretnéd megenni az étel helyett. Vagy a térképen szeretnél menni a táj helyett, vagy pedig azonosítod a másik felet a személy igazolványával. És ez azért veszélyes, mert behelyettesítjük a képzetet a valóság helyére. Az Isten képet az Isten élmény helyére. Az önképedet az önvalód helyére. És ha ezt megtesszük, akkor az illúziókat igazságnak gondoljuk, és elveszítjük az utunkat. Ekkor elveszítjük azt az ösztönös vagy intuitív tudást, hogy mi a helyes. Elveszítjük az íratlan törvényekkel való teljes kapcsolatot. Egyre inkább leválunk az univerzumról, leválunk az embercsoportról, leválunk még a családunkról és a párunkról is. Onnan tudod, hogy rossz úton jársz, hogy tehetetlen magányt érzel. Ha elszigetelődsz, ha az énséged rabja vagy, akkor az önképedet tartósan fölcserélted az önvaló tapasztalatával, mely mindannyiunkban közös. Sőt, ez az egyetlen, amely közös bennünk. Minden más, a testünk és a lelkünk az különböző. De az a látó, az a vidja, az az önvaló, amelynek eredetileg nincs neve és nincs formája, érdekes és paradox módon ez az, ami közös bennünk. És ennek a tapasztalatából pillanatról pillanatra felismerhetjük a tényleges helyzetünket ezen a Földön, embertársaink között, a kapcsolatunkat és a teendőnket, és ekkor tudjuk a dolgunkat. Az állatoknak nincs ilyen problémája, a homlok csak rájuk zárva van, és nincs tudatos énélményük. A személyiségük az van, hát aki csak tartott kutyát vagy macskát, Hát olyan lelkük van te. Hihetetlen. De tudatos gondolkodásuk az nincs. Nincs a macskának egy olyan megnyilvánulása, amiből tudod, hogy ő a macska énséget éli. Ezt ő tudattalanul teszi. Teljesen spontán, és ezért a macskaságától nem is tud eltérni. A kutya sem tud kutyátlanul viselkedni. De az ember azt tud embertelenül viselkedni tud ember fölött ilyen viselkedni, és tud ember ilyen viselkedni. Az emberben fölmerül az idegenség és azonosság kérdése. Az ember szenved attól, hogyha elidegenedik a társától, a családjától, a népétől, és végső önmagától is. Az állatvilágban nincs olyan probléma, hogy elidegenedés. Nálunk van. Nálunk többféle én képzett dúl a lelkedben. Melyik az igaz? Az öt évvel ezelőtti jön magad? Az öt évvel későbbi jön magad? A mostani jön magad? A gyermeki, az öreg, a szülő, a melyik éned lesz az igazi? Azt tudod, hogy az összes sejtet hét évenként kicserélődik. És hogyha az összes karmát kicserélődne hét évente, akkor te, mint én képzett, hol lennél? Ha az összes gondolatod és érzelmed kicserélődne, mint ahogy cserélődik is, de nem mindegyik, akkor te hol vagy, mint önkép? Az ember egy nagyon érdekes alakulat, érzékszerfesz kötött lény. Sanskritú dzsiva, és hogyha önvalóját tapasztalja, akkor hívjuk Jivátmának, aki az átmát, vagy az átma Brahman pici szikráját tapasztalta önmagában. Mivel abban a szerencsében van részünk, hogy egy jogacsoport tagjai nagyszámban jelen vannak a közönségben, ezért használom ezeket a fogalmakat. De ezt neked nem kell tudnod ahhoz, hogy a helyes úton járj, ha pedig tudod, akkor használd őket legjobb tudásod szerint. Az érzékszerfez kötött létben önmagában semmi gond nincs, de az ember egy nagyon paradox és érdekes lény, mert mi erről tudunk. Tehát tudjuk, hogy megszülettünk. Arról is tudunk, hogy meg fogunk halni. És ez a tudat megváltoztatja az életünket. Az elején mindenki fél a haláltól. Aztán Művelődésének, gyakorlatának, tapasztalatainak függvényében, vagy feloldja ezt a halálfélelmet, vagy sem. És van olyan embertársunk, nem is kevés, akik félnek az élettől. És akármit csinálnak, az életfélelem nagyobb, mint a halálfélelem. És az út üzenete az, hogy félelemben nem lehet helyesen élni, és nem lehet jó döntést hozni, mert nem vagy elemetben. Nem vagy önmagad. Egy hamis önképpel azonosítod magadat, és így hamis képpel ruházod fel a másikat, és hamis világképpel élsz. Ez a következménye az illúziókban való elmerülésnek. És ennek a következménye a szenvedés. Tehát szenvedsz attól, hogy mulandó vagy, szenvedsz attól, hogy tökéletlen vagy, szenvedsz attól, hogy függő vagy. Ja, hogy nem vagy függő. Mert nem kell ilyen papírokat kitölteni és aggódni, hogy jönnek utánad? Nem, nem, nem. Én nem erre gondoltam. Az egy speciális függőség, amelyet a társadalom joggal kezel annak. Ebben a teremben mindenki oxigén függő, Mindenki ételfüggő, italfüggő, szeretetfüggő, társ, család és társadalom függő. És ha ezt a kölcsönös függést nem veszük észre, akkor azt hisszük, hogy majd én. Igen? Meddig? Hány percig vagy meg oxigén nélkül, fény nélkül, víz nélkül, szeretet nélkül, társ nélkül, mennyi ideig? Tehát ha ezt a kölcsönös függést nem ismerjük föl, akkor az egymásra utaltságunkat nem kezeljük helyesen. Nem beszélek veled húsz évig. Ja, hogy a rokonom vagy, úristen, és egy családban éltünk valaha. Figyeled? Tehát nézd meg azt, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember felébredjen. Már nem mondom azt, hogy sajnos, de alapból szenvedés kell ahhoz, hogy felébredj. Az ember ilyen, és ezen a földön mi nem viselkedünk másként, nagyon kevés kivételtől eltekintve. De olyat még a legnagyobbak között se láttál, hogy ne szenvedne, de a szenvedést másképp éli meg, és másképp transformálja, mint azok, akik nem gyakorolnak, és nem törekszenek a felébredésre. Felébredettségünk mértékében és függvényében tudjuk meghaladni azt a szenvedést, amelyet először elkerülhetetlennek gondolunk. Aztán azt hiszük, hogy a másik miatt van, hogy miattad van, hogy én miattad érzem rosszul magam. Utána rájövünk, hogy bizony a saját projekcióink rabjai vagyunk, és hogyha azokat megváltoztatjuk, akkor esetleg nem szenvedünk. És a következő lépés az, hogy visszajutsz egy olyan tudatba, amely gondolkodás előtti, dualitás előtti, hamis énkép és helytelen világkép előtti, amely még csak itt van. És ekkor elkezded uralni a gondolataidat, az érzelmeidet, a beszéded és a cselekedetet és ami feléd jön, és számodra veszélyt jelent, vagy pusztán kellemetlen zavaró, az elkezdett transformálni valamivé, amely nem másítja meg a jelenség ilyenségét. Nem magyarázod meg. Nem próbálod meg befesteni valami szép mázzal. Pont a fordítottja, a saját képzeteidet veszed le róla, és tudod, hogy az ég nem mondja, hogy kék. Te mondod, hogy kék. Az eső nem tudja, hogy ő nedves, hideg, és amikor elpárolog, akkor te fázol. Ezt te tudod. Nézd meg, hogy a tudatunk hogy teremti a világunkat, és hogyha erre a teremtésre te rájössz és magadban fölfedezed, akkor kezdesz el megszűnni, panaszkodni a kötöttségeid között. Akkor kezdesz el inkább a boldogság és szeretet teremtésén munkálkodni, és nem a szenvedés és szenvedtetés útját járod. De amíg te nem vállalod el az emberi mi voltodat, addig az emberi utadat sem fogod megtalálni. Ehhez kell egy elképesztő belső őszintesség. Hogy a dolgokat úgy lásd, ahogy azok vannak, és ne próbálj meg hozzátenni vagy elvenni belőle. Ne próbáld meg szebre festeni, vagy éppen csúnyábra és a dolgokat a maguk ilyenségében csak úgy látod, hogy birtokában vagy ennek a tiszta, tükörszerű, térszerű tudatnak, amely tényleg a mi igaz természetünk. Miért? Mert amikor az összes karmát kitakarítod a lelked teréből, csak ez marad. Csak ez a tiszta tér és tiszta tükör. Ez viszont nem jön és nem megy. Ebben bízhatsz. Ezt a bizalmat hívjuk menedéknek. A meredéknek van egy három tagú kiterjesztése, a tanító, tanítás és tanítványi közösség. Ebben tudod újra és újra tapasztalni ezt a tiszta, tükörszerű tudatot, amely a világot és a másik embert úgy mutatja, ahogy van. Nem úgy, ahogy szeretnéd, nem úgy, ahogy félsz tőle, ahogy van. És ezt az ilyenséget, ezt a tisztánlátást elvállalva felnősz. A szellemi autonómiádat előbb-utóbb teljes mértékben elnyered, és ekkor hihetsz annak, amit látsz, amit hallasz, amit gondolsz, amit érzel. Ekkor nem csal meg a saját elméd, és akkor mások is egyre kevésbé fognak megcsalni téged. Ha magadnak hazudsz, akkor ezzel megengedted, hogy a világ is megtegye ezt veled. Ha magadnak ártasz, akkor megengedted, hogy a világ is ártson neked. Ezt a megengedést általában nem vesszük észre. Csak a külső behatást vesszük észre. Tehát, hogyha hazudnak neked, és te ezt elhitted, akkor nézd meg, hogy ezen a tükrön hol van a folt, hol van az öncsalás, hol sikerült valakinek fölismerni azt a sebezhetőséget, amelyet te még nem ismertél fel. Hol vagy te távol az igazságtól? hol nem mertél látni tisztán. Amikor valamilyen erőszak jön feléd, akkor te belül hogy váltál áldozattá? Utána hogy lettél elkövető, és az elkövetőből ismét áldozat? Ha ezt a körforgást megnézed, akkor megnézed azt is, hogy te ezt hogyan teremted. Általában úgy, hogy a közepén állsz hogy ennek a körnek a közepén te vagy az énségeddel. És amikor ennek a körnek a közepéből te kiállsz, akkor a kör maga is megszűnik. Akkor ez a körforgás leáll. És ahogy a Mahaparin a Sútra mondja, ez a nyugalom a boldogság. És ezt a nyugalmat ne egy üres, mindent nélkülöző, mindentől megfosztott állapotnak gondold, ezt a nyugalmat egy olyan világos jelenlétnek és tükrözésnek gondold, amely minden jelenséget lát, keletkezésében, megmaradásában és megszűnésében. Ura a teremtésnek, de nem gyárt le ehhez külön énképet. Teszi a dolgát, de nem ragaszkodik az eredményhez, emellett látja az ok és okozat működését. És legfőképpen, az úton haladva és gyakorolva látjuk azt, hogy a személyiségünk az egy épített, teremtett dolog. És ezt a teremtést mi elvállaljuk. A bevezető végén azt javaslom, hogy játszunk. Három rövid játékot a tudatodban. Az első. Képzelj el egy párhuzamos univerzumot. Ott ugyanúgy van egy tejútrendszer, egy naprendszer és egy föld, ahogy ez. Minden ugyanaz, kivéve egyet, a karma törvénye nem köt. Mindenféle előzmény és következmény nélkül te az lehetsz, aki akarsz, azt csinálod, amit akarsz, és nem kell megdolgozni érte, vagy félni a következményektől. Ki lennél? Mit tennél? Kikkel kell vennéd körül magad? Hol élnél? És ezt magadban enged kialakulni, enged, hogy a fantáziád, a képzeleted, az öntudatod működjön, és felépítse ezt az ideális alternatív univerzumot. Amikor ez megvan, akkor ezt egy memória fogasra az egyes számú dobozba tetszépen be, és jön a második játék. Képzeld el, hogy 30-40 évvel idősebb vagy, és élsz. Hol élsz? Kikkel élsz? Mit csinálsz? Ki vagy? Milyen az életérzésed? Milyen az arcod? És amikor ez megvan, akkor ezt egy második számú memória fogassa szépen akaszt fel. És most jön a harmadik. Tessék nagyon figyelni, ez a legnehezebb. Képzeld el, hogy ide jön hozzád egy ember teljes meggyőződéssel, és azt mondja, hogy neked 5 percen belül meg kell halnod, szenvedésmentesen, és ő tudja, sőt el is intézi, hogy a te lelked egy újabb testet fog kapni. És ez biztos. És újra kezded az egészet. Ezzel a karmával, ami benned van. Viszont öt perc alatt kirakhatsz bármit magadból, és beemelhetsz magadba bármit. Azt változtatsz magadon, amit szeretnél. Mi lenne az? Úgyhogy innentől kezdve az élet és halál műve nagyon komoly, és ahogy Pacsang Zemmester is mondta a templomi szabályainkban, az élet és halál nagy munkájában az idő nem vár rád. Ha holnap meghalsz, milyen testet kapsz? Vigyázz, hová lépsz! A folyók a tengerbe folynak, a felhők felszállnak az égbe. Kinek van kérdése? Az lenne a kérdésem, hogy régóta próbálom tartani a tükörszerű tudatot, nem azonosulni a problémáimmal, viszont mégis azt érzem, hogy a legkisebb probléma miatt is ez felborul, és egy szenvedés, egy szorongás spirálba kerülök. A szorongás az a korábbi aggodalom karma. Erre azt szoktuk mondani, hogy erős tantiennel tartsd a pillanatot, és a tiszta, tükörszerű tudatban, ha látod a szorongást, akkor már le is választottál róla. Ha leválasztottál róla, akkor előbb-utóbb uralmad van felette. Ha nem, akkor a szorongás ural téged. És ezért nagyon fontos ilyen helyzetekben megállni, és belül azt a kérdést föltenni, hogy mi ez, honnan jön. És akkor a szorongás feltárja önmagát. Nem magyarázzuk, nem rendszerezzük. Nem próbáljuk meg rövidre vagy gyengére változtatni. És innentől kezdve a szorongás tatvája, azaz miensége megmutatkozik, hogy honnan jön. Azt is, hogy hová megy, mit teremt. Ha nem, akkor az elme általában az ilyen zavaró, veszélyes, kellemetlen képzeteket a tudatküszöb alá gyömöszöli, ezt közkeletűen elfolytásnak szoktuk mondani, amely nem jó és nem rossz, de kritikus tömeg fölött szomatizáljuk a karmát, tehát leviszed testre. Tehát például egy szorongó és állandóan idegeskedő ember gyomorfekét tud kapni, csak azért, mert évekig tolta a felszín alá a problémát. És állandóan szorongott, ideges volt, és a többi. Enged, hogy annyi jöjjön fel a felszínre, amennyi kell. És ezt a kérdéssel éred el. A kérdés, hogyha tényleg mozdulatlan tudatból jön, akkor engedi a hiányzó láncszemeket a helyükre kattanni, és ekkor az okés okozat láncolata világosan megmutatkozik. Itt a nagy kérdés mellé kell a nagy bátorság is, ugyanis legtöbbször nem szeretjük látni azt, ami bennünk van. Általában azt szeretjük látni, ami boldoggá tesz minket, és ezért szeretjük az ilyen vezetett meditációkat, ahol elképzeltetik velünk, hogy egy gyönyörű fehér homokos tengerparton napsütésben fekszel, és a hullámok lágyan mossák először a bokádat, aztán térdig, utána már a csípőnél és jön a cápa, és leharapott. Ezen képzetalkotás nélkül lássunk tisztán. És ekkor az okozatiságnál az eredetet, a kiváltó okot azt fel tudott tárni, és ez azért ennyire fontos, mert néha teljesen máshol van a kiváltó ok, mint ahogy azt mi gondolni szeretnénk. És ez a szeretném gondolni, ez az elhárító mechanizmusainktól terhes. Tehát mi csak a szépet akarjuk látni, vagy legalább ami nem terhelő, vagy zavarba ejtő, vagy szégyen teljes. Azért maradj meg a tantienben, a pillanatban és a kérdésben, hogy azt lásd, amit látnod kell, nem azt, amit látni szeretnél. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Ott hátul. Azt szeretném kérdezni, hogy ha valaki nagyon hisz ebbe a materiális világba, életben, halálba, fél a haláltól, hogyan lehet ezen túljutni? Két módon. Az egyik, hogy befelé tekint, és megkeresi azt, ami mentes élettől és haláltól, vagy pedig meglát három helyet, egy, már egy külső út, elmegy egy kórházba, egy börtönbe és egy temetőbe. És hogy ezt a hármat szemügyre veszi, akkor látja, hogy ő nem fogva tartott, tehát relatíve szabad ember, akkor mi köti belül? Mi az, ami megbékjózza? Nem beteg, relatíve a kórházban ápoltakhoz képest, és a temetőben, hogyha te mész és szemléled a sírokat, akkor te nem vagy halott, tehát életben vagy. És ez a, ez a realizáció azért fontos, mert visszaadja az alapvető cselekvő képességedet. Ha annyira megbékjózzuk magunkat a saját téves nézeteinkkel, hogy könyvnyi narratívát gyártunk arról, hogy miért ne, miért ne gyakoroljak miért ne menjek le az enközösségbe, közösségbe, miért ne menjek a templomba meditálni, miért ne forduljak befelé, és hülyességekkel pazaroljam az időm. Ez a három látogatás egyébként paralel azzal, amit Sákyamoni Buddha látott olyan 28 éves kora körül, az öregséget, betegséget, születést és halált. És amikor ezt a négyet meglátta, akkor azt mondjuk köszönöm, ez így nekem nem kell, részben kevés, részben sok, irány, azért az erdő, mert akkor az erdőben gyakoroltak. Most az erdőben egész más csinálnak, nem gyakorolnak. A gyakorlókat máshol kell keresni nagy részt. Ahol az a munka, hogy te belül fölfedez valamit, amely túl van életen és halálon. Mentes a félelemtől és reménytől. És a jó hír az, hogy ezt az utat már két és fél ezer éve járják, és különböző ízváltozatokban ez megismerhető és művelhető. Tehát az ember nem rossz úgy, ahogy van, de azért lehetne jobb is. Ez az élet viselhető és élhető, de ilyen kell, vagy esetleg egy kicsit magasabb minőséget teremtenél magadnak és másoknak egyaránt. És innentől kezdve, hogy a kérdést fölteszed, hogy ki vagyok én, lehetnék egy kicsit felébredettebb é, teremthetnék-e egy jobb életet, egy jobb világot, Innentől kezdve az úton jársz. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy hol lehet megtalálni az egyensúlyt, nem biztos, hogy jó szót használok, a szolgálat, hogy segítő szolgálatot végez valaki, és hogy családanya is, és a munka, vagy hogy a munkája mennyire lehet segítő szolgálat, és hogy ne vesszen el ebbe az egész folyamatba, hogy jó úton van-e azzal a jelenléttel és hozzáállással, ami jön belőled, bizton mondhatom, hogy jó úton vagy, egyedül az idő az, ami probléma. Igen. És az idő az egy nagyon-nagyon érdekes fogalom, mert a térrel együtt képzelhető el csak. Tehát, hogy te hol és mikor vagy, hol és mikor jelensz meg, az determinálja, hogy kikkel vagy együtt, kikkel társulsz, és mit végzel el, mint munka. Ehhez egyetlen dolgot kell belül beállítani, hogy mi a fontos, és ki a fontos. Hát de valahol én is fontos lennék, csak ezt vagy vagyok. <laughs> csak nehéz. Nekem ez nehéz így. Persze, hogy te vagy a Mátrixnak a része, és ugyanolyan fontos vagy, mint bármilyen más ember. Ez így van. És a te életedet te éled, de hát azért társasan és tevékenységek közepette. Igen. Ez nem azt jelenti, hogy te ki vagy véve ebből. Hiszen, hogyha a vacsorát főzöl a családnak, abból te is eszel. És ez jó így. De hogy mi a fontos és ki a fontos, az meghatározza, hogy te hol és mikor vagy. Hol fordulsz elő, hol jelensz meg. És ezt belül, hogyha a lélekben nagyon szépen beállítod egy értékrendbe, akkor ezt megfelelően tudod kezelni. De hogy hol és ki a fontos, hogyha elvonatkoztatjuk a személytől. De nem vonatkoztatjuk el. Mert akkor már az abstrakció ködébe veszünk, és az intellektuális modellalkotás eredendő bűnét követjük el. Hú. Tehát leképezted a valóságot, ahelyett, hogy közvetlenül a személy benne hagyásával te szemügyre vetted volna, ahol te és más ugyanazon a színpadon szerepeltek. Ezt meg tudod csinálni. Az értékrendet egyébként a belső hitrendszer szabályozza. És hogyha a hitrendszert te szépen kineveled, és a spirituális tapasztalás útján egy világos, azt mondom, értékhierarchia jön létre, akkor az életrend is helyreáll, vagy letisztul. Mi a baj a jótét lelkekkel? Hogy nem lehetnek ott mindenhol, és nem segíthetnek mindenkinek. És ekkor úgy tűnik, hogyha belőle tízezer lenne, az is kevés lenne. Ez így van. De hogy tudod a másik embert autonómá és önállóvá tenni, hogy tudsz úgy segíteni, hogy a segítséget feleslegessé teszi önmagát? Ez nagyon fontos. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm a lehetőséget. Én azt szeretném kérdezni szintén a segítségről, hogy én nagyon sokszor úgy segítek, hogy azt gondolom, hogy magamat háttérbe helyezem, és sokszor azt gondolom az utóbbi időben magamról, hogy ilyen szolgalelkülettem, Hogy ebből ki tudok emelni, vagy most ez csak egy ilyen hullámvölgy? Ját jótól kérdezed. <laughs> Nekem ez úgy alakult, hogy több mint 30 éve a Buthát, a Darmát és a Szangát szolgálom, és először tényleg sikerült ezt a korábbi önmagamat egy 7 évnyi külföldi tréning alatt eléggé jól megismerni, és többször szétszedni és összerakni. Ez nagyon fontos volt, mert különben nem tudtam volna helyesen szolgálni. Ha te helyesen szolgálsz, és helyes irányba mész, akkor előbb-utóbb téged is szolgál valaki. És akkor megszűnik az, hogy te csak szolgál lelkű vagy, és csak fölötted vannak, alattad is vannak. És ezt nem szégyen kimondani. Hierarhiában élünk. És mi az egyik legnagyobb hierarchia Az idő. Az időbeniség. Kiszületett előbb. Kitöltött már több időt a földön. Kitet le többet az asztalra ki az, aki követhető, ki az, aki követendő, ki az, aki elkerülendő. Ez nagyon szépen kirajzol egy hierarchiát. Tehát az, hogy szolgálni valakit vagy valamit, én nem hiszem, hogy nélkül lehetne élni. Tehát apa és anya kiszolgálják a gyerekeket, gyerekek felnőnek, és is esetben visszasegítik a szülőket. Tehát kölcsönös szolgálattal telik az élet. Tehát az a fontos, hogy te a szolgáló és szolgált Mátrixában a megfelelő helyet foglal el. Ez a legmagasabb szinten úgy jelentkezik, hogy Sákyamuni Buddha mindig beszélt az előtte lévő buthákról, buddha, dipamkara buddha, és legalábbis a Mahajánán belül beszél Maitréjáról, az eljövendő butháról, a szeretet buthájáról. Egy nagyon érdekes vonulat rajzolódik itt ki, amely a buddháknak az egymás utánisága, ezt úgy szoktuk mondani, az átadási vonal. És ha te az útra lépsz, akkor az előtted lévők téged szolgáltak, mert itt a dharma. 2500 éve több százmillió ember, több tízezer szerzetes, több száz kitűnő tanító téged szolgált, mert most, a darmát tudjuk ebben a teremben megjeleníteni. Tehát már te egy szolgálatot kaptál. Hogyan viszonzod? Te ezzel kit szolgálsz? Mit viszel ebből haza? Milyen emberré válsz ezáltal? És ekkor látod azt, hogy az időbeniség és a térbeliség az bizony elrendezi a szolgálat rendjét. És ha ebben te megtalálod magadat, akkor nem érzed egyedül hogy te csak a szolga lelkeddel adsz, de nem kapsz. Ez adás is, és kapás is. És ez így van rendjén. Rendben van, köszönöm szépen. Szívesen. Lehet még egy kérdésem esetleg. Meditációval kapcsolatban nekem nem megy a passzív meditáció igazából, tehát én vagy futva, vagy munka közben tudok igazából meditálni, tehát nekem a passzívot, ott mindig elveszítem igazából a, a passzív fókusz. Meditál, az tehát Amikor, nekem csak, sem amikor csak ülök igazából. Tehát Mit az ülő meditáció nekem. az... passzívnak, ezt nem értem. Mert nem mozdul a test, azért. Öm igen, szerintem nekem ezért. Nekem menni kell, csinálni kell, cselekedni kell, és, és ott, ott így elveszítem mindig a fókuszt igazából. Azaz. Tehát akkor a testmozgáshoz, a tudattárgyhoz való kötődés, az leköti az elmét. És ez így nagyon jó, ez nagyon könnyű. Te próbáld meg a magadnak passzív jelzővel illetett meditációt egyszer úgy végezni, hogy mondjuk egy mantrát futtatsz körbe-körbe. És amikor az tényleg megvan, és ismétled a mantrát, az minden, csak nem passzív. Vagy amikor a kérdéssel dolgozol. Tehát miért kell a test mozgását, akkor nagy részt megszüntetni, hiszen lélegzel, és a test egy picit azért mozog így is, azért, mert akkor nem látnád a lélek mozgását. Nem látnád az elmének a hajlamait. Tehát a zenben azért van a nem mozduló test, nem mozduló beszéd és nem mozduló elme, hogy a tudatodnak a legfinomabb működésére is rálás. Csak ezért. És utána már jobban futsz, már jobban alkotsz, már jobban teremtesz. De hogyha te mozgásfüggő vagy, tudattárgyfüggő vagy és teremtésfüggő vagy, az azt jelenti, hogy a mozdulatlan test, mozdulatlan beszéd, mozdulatlan elme állapotát nem bírod. És ezt is tudni kell. Tehát a tükörnek tárgyatlanul is léteznie kell, és tárgyasan is léteznie kell. A tudat mozgásban, és mozgás nélkül is ugyanazzal a tisztasággal kell, hogy létezzen. Úgyhogy előbb-utóbb eljön ez is, csak azért ne nevezt passzívnak, csak azért ne, mert minden csak nem az. Jó, rendben. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Vettem a bátorságot, és fölteszem a kérdést. Mi az ember igaz természete? Honnan jön a kérdésed? Nem tudom. Ez az igaz természetet kapuja. Amikor nem tudsz és nem gondolkodsz, akkor az énséget sem létezik, mert az egy duális termék. A dualisztikus gondolkodás, és érzelme egy terméke, az az önkép. Ha nem gondolkodsz, akkor előbb-utóbb visszatérsz az információ hiányból a nagy teljességbe, amely gondolkodás előtti Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Nincs dualisztikus képzet, mert a gondolkodás, a narratív egy pillanatra megszakadt. És ezzel a tapasztalással közelebb kerültél a keletkezés és megszűnés előtti önvalót tapasztalatához. Tehát a nem tudom, az itt nagyon jó. Az itt nem információhiány, hanem a téves nézetektől való mentesség hogyha ezt a nem gondolkodót tartod, akkor az energiaszinted megnövekszik. A gondolkodással és az állandó agyalással nem csak az a baj, hogy terméketlen, hanem rendkívül sok energiát fogyaszt. Hogyha egy bizonyos szint alá megy az energiád, akkor elgyengülsz, és ingerlékenyé provokálhatóvá válsz. Minden apró, pici dologra szupererősen reagálsz. Fordítva, ha kellő energiával rendelkezel, akkor a reaktív tudatod a helyén van. Arra reagálsz, és annyit, amennyit kell, és nem többet. Hogyha ezt a nem tudhatót nagyon sokáig tartod, akkor az energiaszinted olyan magas lesz, hogy az én képedet teljesen fel tudja oldani. Eltűnik benne, ahogy a csepp az óceánban. Ez a jó hír. Rossz hír nincs, csak az, hogy ennek a megélése az munka. Ennek a hallása az nem elég. Ezt tenni is kell. És hogyha teszed, akkor minimális információtartalom, minimális elme, és maximális energiaszint van. Ez a tiszta tudatnak az ismérve. És akkor kibírod az életet, és kibírod a halált. Akkor a tükör nem törik, nem torzul, nem lesznek rajta ilyen kis pettyek, vagy rúzsnyomok, vagy különböző krétarajzok. Ezért nagyon jó nem tudom, amikor megteheted. Amikor visszatudsz vonulni egy kicsit. De azért a világban, amikor kell, akkor gondolkodj, és akkor csak gondolkodj. Érezni kell, csak érez. Aztán látod, hogy mielőtt a mutató bemegy a pirosba, még a sárgába van, tessék szíves egy kicsit az univerzális energiára, a dg rácsatlakozni, és újra tölteni az akkumulátorokat és akkor tudunk helyesen dönteni, hogyha megfelelő energiaszinten tiszta tudattal élünk. Köszönöm a kérdést. Én is. Köszönöm a jó hírt. Szívesen. És előtted adod a -e légy szíves. Nekem olyan dilemmám van, ugye már, hogy idősebb vagyok, és hát vannak fájdalmaim. Azt mondja a tanítás, hogy ha a lélek nincs rendben, akkor azt az kivetíti a testre fájdalom formájába. És én most nem tudom eldönteni, hogy most lelki bajom van, vagy a balesettől fáj, mindenem szóval nem tudom, mit csináljak. Próbáld meg azt, hogy nem gondolkodsz egy ideig, és hogyha még akkor is fáj, akkor az bizony a testé ha pedig gondolkodsz, és rengeteg érzelmed van, és még jobban fáj, akkor a lelked szenvedteti a testet. De annyit már én is éltem, hogy tudjam, hogy mikor fáj a test attól, hogy már idős, és mikor fáj attól, hogy a lélek nincs rendben, és állandó valami műsor van oda, Na, bent, amit leversz a testen. Én próbálom kérdezni magamtól meditálás alatt, hogy mi ez vagy, vagy és, akkor, és meg mindig nem kaptam választ. De nem is fogsz. Nem? Hát ez nem olyan, hogy akkor egy ilyen válaszot kiugrik, azt zsebre teszed, és elmész vele haza. A mi ez, az a nagy tisztító. Az az a rongyi, amivel megtöröljük a tükröt állandó jelleggel. És a mi ez kérdés, persze fel lehet tárgyasan is, de most az a fontos, hogy neked a nem tudható, tiszta, tükörszerű tapasztalata meglegyen. Miért? Az, hogy a test fáj egy bizonyos kor fölött, teljesen természetes. De az, hogy a lélek fáj, az sokkal rosszabb. Leélni egy életet úgy, hogy te nem kerültél közelebb semmi lényegeshez itt belül, csak intelligensnek látszó tápcsatornaként elkezdtél nyelni, és a végén üríteni, eltelt pár évtized, és viszlát. Ez a lélek fájdalma. Hogy nem ért el azt, ami benne van lehetőségként. Uh -huh. Nem ébredt följebb, nem lett jobb ember, nem valósított meg valami minőségét belül és kívül, mert elpazarolta az idejét. Értem. Tehát ha a lélek fáj, az sokkal rosszabb. A testfájdalma Előbb-utóbb vagy gyógyítható, vagy megszokható. De előbb-utóbb ez a jármű a romsztelepra megy. Aha, értem. Köszönöm. Szívesen. Eddig nem figyeltelek, most vagyok először ilyen előadáson, és ami, ami engem most megfogott, az, a, az az őszinteség és a szenvedésnek a, a, a kérdése. Bejutottam életem során egy párszor a, a, a szenvedésnek a, a fázisába, és, és azt tapasztalom, hogy hogy a szenvedés végén, amikor meglátom magam, a tükörbe kezdek egy kicsit magamra találni, és őszinte vagyok, az őszinteség egy újabb szenvedést okozhat. Véget érez valamikor, vagy, vagy, vagy hogy lehet ezt kezelni, vagy, vagy, milyen útja van ennek? Látsz egy füstölgő halmot a látóhatáron, és ahogy vezetsz, a kocsival egyre közelebb érsz ehhez, aztán meglátod a tűznek az okát, és még folytóbb a füst. Még erősebbek a lángok még szennyezőbb a gáz. Ha ezt nem látod meg, ugye az akkor is úgy van. Tehát nem az őszintességtől szenvedsz jobban, hanem attól, hogy megláttad azt, amit addig nem láttál, de az akkor is ott volt. Az egyetlen útja a szenvedés megszüntetésének, hogy meglátod azt, amit meg kell látni belőle. A zen nem megy szándékosan vissza a múltba. A zen nem egy regressziós terápia és nem is próbálja meg definiálni, megjósolni a jövőt, tehát nem egy progresszióval működő meditáció, hanem ezt a pillanatot igyekszünk tisztán élni. És ekkor minden akadály megmutatkozik, amely ez előtt van. Te minél őszintébben tisztábban látsz, annál jobban látod azt az akadályt, amely addig is ott volt, csak most éppen szembe jött. És a jó hír az, hogy ennek egyszer vége van, de ha megszakítod a folyamatot, akkor az leáll. Ha lelassítod, akkor tovább tart. Ne az őszintességtől a fej. Az az egyetlen egy igaz út. Miért? Egyetlen egy meditációs technika sem ér semmit, hogyha az egófal vastagítására használod. Arra is lehet, spirituális glettanyaggal bekenjük a kétségeink réseit, és egy új arcpakolást hozunk létre, különböző idegen nyelvű tégelyekből és illatos kenőcsökkel. Ez nagyon gyakran előfordul, mert valami újdonságot kenünk magunkra, amitől átmenetileg jobban érezzük magunkat, de a lényem, belseje, az nem változott semmit. Tehát a nulladik meditációs instrukció az az, hogy merj őszinte lenni önmagadhoz ezek után a meditáció technikáját is helyesen fogod használni. Ha nem mersz látni, eltakarod azzal a szemedet, amivel egyébként az utadat lehetne segíteni. Tehát ezért mondja a tanítás azt, hogy ha tehén issza meg a vizet, a vízből tej lesz, ha kígyó issza meg a vizet, az méreggé változik. Úgyhogy köszönöm szépen a kérdést. Itt köszönöm. Talap, köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mostanában félek meditálni. Ez alapvetően azért van, illetve hogy azért is hagytam abba sajnos, mert hogy egy pár perc után halálfélelem és erős remegés van rajtam. Viszont ha nem csinálom hosszabb ideig, akkor megrettentően hiányzik hogy ez, ez mitől van, vagy mit tudok tenni ellene, hogy újra visszatérjen az a kellemes pihentető érzés egy meditáció során, mint ami nekem régen volt, és ne legyen ez a halálfélelem-szerű érzés. A jó hír az, hogy ez a halálfélelem múlandó. Ez úgy működik, hogy a meditáció során a tudattalanodnak a szobái, azok szépen egy ajtónként kinyílnak. Ha jól csinálod, akkor nem túl sok ajtó nyílik ki egyszer, és bírod, ami kijön. Ebbe a szobába, lásd, kékszakálú herceg vára, nagyon régóta pont ez a halálfélelem van bezárva. És ez is múlandó, hiszen két éve nem volt ott, és két év múlva nem lesz ott. De ha visszazárod az ajtót, akkor ez erősebb lesz. Kinyitod az ajtót, és teret adsz neki, szétoszlik, és elgyöngül. Tehát merni kell látni. Tehát a nagy hit, amely az őszintesség nyomán keletkezik, a nagy bátorsággal is párosuljon, hiszen ekkor tudjuk elviselni azt, amit a tükörben látunk. És tudd azt, hogy ez a halálfélelem nem te vagy. Ez a te karmád, amit legyártottál, betettél a hátizsákba, és elfeledkeztél róla. Most a hátizsákot levetted, kinyitottad, és kiúrod belőle, és vicsorog rád. Merj szembenézni vele. És ne akar tőle semmit, és magadtól sem. A szembenézés vagy szembenállás a leghelyesebb meditáció. Miért? Mert még nem kerültél konfliktusba, de még nincs harmónia sem. Ha a szembenállásban te vagy a mozdulatlan, akkor a jelenség elkezd jönni és menni. A mozdulatlan, a szilárd, az a hegy, az az erős. A jövő és a menő előbb-utóbb felhővé változik, és eltűnik. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Többször felért itt az őszinteség, és honnan tudom, hogy őszinte vagyok, hogy nem csapom be, kvázi magam? Nem tudom neked megmondani. Mindenkinek magának kell ezt fölfedezni, hogy mi az, ami benne nem több rétegű, hanem egyrétegű. Mi az, ami nem túlgondolt, vagy előre elgondolt, nem spontán kijön. Beszélhetnék neked intuícióról, egyévállásról, a tükör pillanatnyi tükrözéséről. Nem ezt fogja neked a választ megadni. Az őszintesség az úgy működik, hogy tényleg tisztán látsz, mered viselni a következményeit, helyesen teremtesz. De az, hogy benned ez egy visszhangtalan, nyugodt igazság, ezt nem tudom neked szavakban átadni. Egy olyan élet, amelyet érdemes élni, és mégis, hogyha ebben a pillanatban vége lenne, nem lenne baj. Tehát mikor vagy te igaz ember? Felébredettségünk mértékében látunk tisztán, de ez önmagában még nem garancia arra, hogy te őszinte is vagy magadhoz. Szerencsére nem tudom megmondani, de te majd fogod érezni belőle, hogy mikor vagy az, mikor nem hazudtál magadnak, és mikor történt sajnos az ellenkezője. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy honnan tudja, hogy egy bizonyos karmát azt letett, egy bizonyos kapcsolatban, egy bizonyos helyzetben, honnan tudja azt, hogy milyen irányban kell, mit kell cselekedni, hogy ez a karma feloldódjon? Egy bizonyos kérdésre én bizonyos választ tudok adni. De egy bizonytalan kérdésre nem tudok választ adni. Egy bizonyos kapcsolat. Ugyan már milyen? Hát bármilyen szülői, párkapcsolat, munkahelyi. Közelít. Egy karma akkor szűnt meg, hogyha nem fordul elő többet. Egy hibát akkor javították ki, hogyha már nem követed el többet. A karmát akkor tetted félre végleg, ha az megszűnt. Jó, de azt honnan tudhatom, hogy a következő életben ez nem fog újra előjönni? Foglalkozál, te csak ezzel. Bőven elég. Elég munka ez, hidd el. De amit ebben az életben kiraktál magadból, azt a következőbe se viszed tovább. És amit magadban itt látsz éppen, kontárkodni. Az a következőben is ott lesz. Oké, okay, köszönöm. Szívesen. Mindennek a kulcsa az azonosulás. Tehát amivel azonosulsz, azt megkötöd. Tessék megnézni a Tudat nyolcrétű tagolását, és a hetes szinten van az én csináló. Abból csinálsz ént, amely a dualisztikus tapasztalással megkötsz. Azt mondod, hogy te jó vagy te rossz, vagy azonnal kötödünk egymáshoz. Tehát a dualisztikus tapasztalás, amikor az abszolút értéket ér el benned, és kitölti a tudat terét, akkor az beléd ég, mint a hegesztés. És akkor te azonosulsz azzal a jelenséggel, legyen az ember, állat, növény, természet, bármi, ami neked nagyon jó volt, vagy nagyon rossz volt. Mert a dualisztikus tapasztalás pillanatában kisajátította az énedet, és te szándékosan, vagy szándékolatlanul, de egy azonosulásban vagy. És ez adja az énedet. Ez köti a karmádat. Megszűnik a dualisztikus látásmód, nem abszolút jóban és rosszban gondolkodsz, látod az ok és okozat működését, felismered a teremtésedet, szabályzod azt és uralod, megszűnik az azonosulás előbb-utóbb. Olyan könnyen kiszállsz az autóból, amikor egy szervizállomáson a szervizvezető jó indulaton azt mondja, hogy hát tessék kidadni a kulcsot, megjavítjuk, Odaállunk az akna fölé, megemeljük, megnézzük, minden rendben lesz. Te nem mondtad, hogy de én akkor is az autómban maradok, én nem szállok ki, ez az én autóm. Nem adom a kulcsot, ne tessék hozzá nyúlni. A karmáddal, ha nem látod, ezt nem tudod megtenni. És ragaszkodsz, ez én vagyok, én nem változom, ne nyúj hozzám, ne akarját többet. És ez mind az azonosulástól van, ennek a nagy része a tudattalamban van, és ez az, ami visz minket előre, életről életre, a teljesen borzalmatos helyzetről egy másik borzalmatos helyzetbe. Te kipucolod ezt a karmát, akkor te választasz, te döntesz, ekkor utad van. Ha nem, akkor sorsod van, akkor úgy érzed, hogy tehetetlen vagy, csak éled az életed, hogy túléld, de az életet senki nem éli túl, mert mindenki meghal. Innentől kezdve, hogy te a sorsodból hogyan csinálsz utat, az a tudatosságod mértékétől függ, a felébredettséged fokától függ. És ehhez egyszerűen gyakorolni kell. Befelé kell tekinteni elsősorban, és megtalálni azt a kulcsot, amivel az éned ajtaját kinyitod, és egyé tudsz válni. Az egyéválás tapasztalatának birtokában már nincs Abszolút külső és belső. Nincs abszolút jó és rossz. Nincs abszolút azonosulás vagy idegenség. Te döntesz az oldás és kötés felől. Te döntesz arról, hogy mit kötsz meg és mit engedsz el. És ekkor vagy szabad. Egyben felelős is. Ez az a pont, ahol a szabadság és a felelősség nem különül el. Ezért szoktuk a zent a spiritualitás felnőtt változatának mondani. Egyéb kérdés? Én nekem az lenne a kérdésem, hogy hát én úgy gondolom, hogy én egy kicsit ilyen elakadásban vagyok, vagy hát nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak. Én eddig így nagyon úgy éreztem, hogy jól megy az életem, nem volt vele semmi probléma, és most már a kisfiam elég nagy, 16 éves. Mit tudok tenni az irányban, hogy hogy ugyanolyan lendületes maradjon a, az életem, mint ami eddig volt? Ha elakadtál, akkor először ki kell tenni a háromszöget legalább 15 <laughs> méterre a jármű mögé. És ez amennyire vicces, annyira komoly. Tehát kell segítséget kérni. Ezért vagyok itt. Nagyon Is. jó. Ez itt az elakadtak gyülekezet. <laughs> akik tovább akarnak jutni, de mindenkinek csak egy háromszög van itt a homlokán, hogy úristen, hová menjek? És az indexek itt a szemekben itt szépen villognak jobbra és balra. Hová akarsz menni? Tehát az emberek nem úgy akadnak el, hogy egyszerűen hirtelen a csörlökötél visszafordul, és így behúztam magam a szakadékba. Ez nem így szokott lenni. Ez úgy szokott lenni, hogy nincs motiváció, nincs cél, és nincs szándék. Tehát valójában egy ilyen helyzetben túl jó dolgunk van. És hát, ennek nem az így... a feloldási módja, hogy hirtelen rossz dolgunk lesz, mert akkor szenvedtetjük magunkat. Hiddel ez is előfordul. Annyira megszoktuk, kijövünk belőle, hová lett? Hová lett? Miért nem szenvedek? Miért nem kell küzdenem, stresszelnem? Miért vagyok hirtelen jó helyzetben? És ki is úgy a semlít a az ember nagyon sokszor. Ennek az a módja, hogy nem magadért mész nem egyedül mész. Másokkal együtt mész. Másokért is gyakorolsz. És ekkor, hú, nem hogy a háromszög eltűnik, turbóra kapcsolják a járművet. Utána nem az a kérdés, hogy elakadok-e vagy sem én, hanem az, hogy hogyan veszed le a gázról a lábadat, mert olyan gyorsan mész a többiekkel együtt, ilyen kis kötelékrepülésben, mint a kedvenc repülőgépeim. Hangsebesség felett. Az gyönyörű. Ez a közös gyakorlat. Ha a saját problémáid megszűntek, hurá, Gyerekek kirepültek, van szabadidőd, egyebek, akkor másokért is gyakorolsz. Vannak ilyen történések a tudatban az első egy-három évben. Ha rendszeresen gyakorolsz, minden személyes problémádat három év intenzív gyakorlással megoldhatod. Ez nem egy ígéret, ez egy lehetőség. Tehát tenni kell a dolgodat azért, hogy először tényleg a személyes problémáktól, szenvedéstől, tévképzetektől, félelmektől, ezektől szabadulj meg. Ez gyönyörű. És e közben már nyílik a tér és a lehetőség, hogy másokat is segíts. És az az érdekes, hogy a személyes megszabadulás nem képzelhető el mások segítsége nélkül. Nem megy. És hogyha úgy érzed, hogy elakadtál, akkor nem csak te akadtál el, hanem mindenki, aki tőled függ. Mindenki, aki így nézett, hogy anyu, barátnőm, feleségem, segíts, téged szeretlek, téged követlek, és ezéken menni, én ezt több szinten tapasztaltam, a csoport, a család, különböző országok szintjén, hogy mennyit jelent az, hogy egy valaki azt mondta, én az utat járom, én felszeretnék ébredni, én szeretnék segíteni másokon és magamon egyaránt, és ez, mint a háló, ahol egy szemet megemelsz, és az összes többit húzza fölfelé. Tehát elképzelhetetlen ereje van egy autonóm, szabad döntésnek, ahol te azt mondtad, hogy elég volt. Elég volt az eddigi elakadásból, a karmához való ragaszkodásból, a felesleges szenvedésből és szenvedetésből, mást akarok. Másképp akarok élni, más akarok lenni. És innentől kezdve úton járó vagy. És ezt az úton járást kell megvalósítani, és ahogy mondom, nyugodtan tedd ki először a háromszöget, innen jön a kérdés, nagyon jó. Utána pedig, mihelyt meglátod, hogy a járműben még azért van ámüzemanyag, még oda lehet lépni a pedálhó, még van ám út, amit be lehet járni, akkor kiderül, hogy a, az üres ülésekre mások is pályáznak. De a vezető az te vagy, a te járművednek te vagy a sofőrje, senki más. És ez az a felelősség, amiről az előbb beszéltem. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szívesen. Van egy kérdésem. Toleráns vagyok, és amikor esetleg konfrontálódom emberekkel, vagy egy másik embertől ér egy negatív behatás, akkor nagyon érdekes módon, nem biztos, hogy rögtön, egyszer csak olyan, mint hogyha kigyulladna a fejembe egy villany, rálátok az ok-okozatra, ok hogy mi motiválja őt, és akkor onnantól, mint mintha így letörölnének egy tükröt, és elmegy a mérgem, elmegy a, az a feszültség, esetenként még volt az a, az a dű, ami ott felszabadult, és akkor itt kérdezem meg, hogy azért, mert én ilyen vagyok, akkor ezért meg lehet... De. Nem, hát ezt te mondtad, és olyan jó volt ezt hallgatni, tudod, hogy egyszer csak a tükör így letisztul, látod az ok és okozat működését, onnantól kezdve sokkal tisztában látsz, és már nem tolerálod azt, amelyet korábban szokásból és szerebből toleráltál. Megszokjuk, hogy mi milyen jók tudunk lenni, és azt hiszük, hogy ez végtelen. De nem mindenkinek vannak határai. És jó, hogyha ezeket nagyon korán fölismerjük, ez nem önzés, hölgyeim és uraim. Ez a határok felismerés, hogy én meddig vagyok hajlandó valamit tolerálni, és ezáltal válok valakivé, és engedem, hogy a másik ember valakivé váljon. És hogyha ez nem a helyes irány, nem a helyes eredmény, akkor nem tolerálom. És ehhez sohasem szabad az ok és okozat működését szem előtt éveszteni. A tükör mindig legyen tiszta. Tehát egy szuperszenvedő nagymama attitűdje az tartható addig, amíg az unokák szeretik és, és viszonozzák a gondoskodást, a territorialitást, az egyebet. De azt is látni kell, hogy sokáig így az unokák nem maradhatnak nagymama szoknyáján, hanem azért az apától, az anyától, az iskolától és a társadalomtól is kell tanulniuk valamit. Ha ezt a nagyi látja, akkor nem szenvedés, hogyha az unokák elmennek, és aztán visszajönnek. De ha valaki csak ezt a szerepet képzeli el, akkor az unokáknak minden olyan mozdulata, amely nem igazolja vissza a nagymama féltő és szerető gondoskodását, az szenvedés. Tehát láss meg azt, hogy mi a dolgod. És ahelyett, hogy egy toleráns, attitűdöt vennél föl, vagy intoleráns attitűdöt vennél föl, nézd meg, hogy egy adott helyzetben valójában mi történik. És mi a kapcsolatod ezzel a helyzettel, és mi a dolgod ebben a helyzetben. És ekkor, ha kell, ráüvöltesz, ha kell, egész nap csendben figyeled és tűröd, hogy mi történik. El tudod dönteni, spontán, gondolkodás és énalkotás nélkül. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet a tudatot minél tovább, vagy minél jobban tisztán tartani. Mitől koszos? A szennyeződésektől, ami beszennyezik. Igen. És mi szennyezi be azt a tudatot? Hát a mosolyod, az biztos nem, úgyhogy mondjál valami más. hát az élet dolgai szennyezik be. Nem az élet dolgaihoz való helytelen hozzáállás. Igen. Tehát láttál már kutyak, akit a járdán, ugye? Igen. A számodra mikor vált szennyeződésé? Amikor ránéztél. Nem. Amikor beleléptél. Amíg csak látod, addig az kutyak, aki. Hogyha már szagolod is, mert még nem elég száraz, akkor már egy kicsit kellemetlen, és látod, hát ez a kultúra most itt éppen nem működött a legjobban, nem volt meg a Nello a gazdánál, nem szedte össze, nem gondolta többi járók előre, ugye? De hogyha te belelépsz, akkor válik szennyeződésé. Tehát ne lépj bele a kutyák a kiba. Ne lépj bele mások karmájába. Ne foglalj el olyan helyet, ami nem a tiéd. Ne vállalj olyan szerepet, amelyel nem tudsz azonosulni. Oké? Okay? Ezekre gondoltam. Igen? Na hát. De akkor mi velem mondattad ki? Nem. Tehát úgy tudod ezt megoldani, hogy te folyamatosan visszatérsz ahhoz a tiszta tudathoz, amelyet a zen egy egyszerű és világos gyakorlat által tanít, amelyet mindegyikünk művelhet. Miért? Ha ki tudtad mondani azt, hogy én, akkor meg is tudsz világosodni. Mert ha tudsz beszélni, tudsz énekelni. Ha tudsz járni, tudsz táncolni hogyha látod, hogy a tükör szennyezett, akkor le is tudod tisztítani. És ehhez csak gyakorolni kell. Én valahogy nem értem, hogy mindenkinek előbb-utóbb komoly igénye van arra, hogy reggel és este legalább egy zuhany erejéig a fürdőszobát használja, meg mondjuk fogat mossunk, meg ilyen hasonló dolgok. A tudattal nincs ez meg, hogy reggel és este a meditáció szentében vakarjuk már le a téves nézeteket, a kabzsiságot, a haragot, az illúziókat és a hamis önképeket magunkról. Ez a zuhany ez, nem kellene? Pedig milyen jó. Hidd jó jól esik. Hát eleinte kicsit csücskös, tehát egy csomó minden, ez a sok-sok korábbi karmat rád van rakódva, és akkor ez visszaszól a lefolyóból, tehát van olyan, de ha egyszer letisztul, tehát azért annál jobb érzés nincs, és ez nem reklám, mert munka, és nem rögtön egy ilyen felhőtelen kékéges maghármas utazás, hanem, hanem munka van vele. De azért nem cserélném fő semmire. Tehát egyszerűen dolgozni kell azon, hogy te ne lépjél bele a kutyakakiba. Ne vedd magadra a karmát. Ne szennyeződj be. De tedd a dolgod. Jó? Köszönöm. Szívesen. Itt kérdés van. Ehhez kapcsolódóan lenne a kérdésem. A nagymamám annak idején mindig azt mondta, hogy ne feküdj le, haraggal a szívedben, ez nagyjából az, ami ne lép bele a kutyakakiba. Ha problémát érzünk egymás között egy kapcsolatban, az beszéljük meg akkor és azonnal. De hogyha mindig én vagyok a kezdeményező, a másik nem tesz ö, semmit, akkor egy, időben, egy idő után belefárad az ember ebbe, hogy mindig én kezdjem, mindig én mondjam ki, mindig. Tehát, ö, és akkor előbb-utóbb elveszti az ember a türelmét, és akkor már nem fogok, Bem, és mégis csak úgy fekszik le. Igen. Jó. Vagy ezt hogy, hogy, hogy lehet feloldani? Az első beszéljük meg azonnal. Na, ettől eloszlik a probléma? Mit kell megbeszélni? Amit beszélsz, azt részben újra teremted. Azért is szoktuk megbeszélni, hogy egy tisztább formában teremtsük újra, és a fogalmazás által is már változtassunk rajta. Ha már meg kell szólalni, akkor dupla a probléma. Miért? Mert akkor ő se látta tisztán, és te se látta tisztán. Azt a problémát tényleg tisztán látjuk, elég csak egymás szemébe nézni, meghajlással, ekvivalens gesztussal elismerni, hogy hibáztam. Látom, hogy hibáztál, és látom, hogy elismered. Nagyon magas szintű konfliktus kezelése, amikor nem kell róla beszélni, és úgy szűnik meg. De hogyha kényelmetlen a csend, hogyha a hallgatásban ott vannak a csomós megoldatlanságok, az elhallgatott érzelmek, a kimondatlan gondolatok, és te ezt ki akartad mondani, de mégse, mert azt akartad, hogy egy szép, tiszta csendben, hogy ez úgy megoldódik, eloszlik, na az baj. Tehát akkor, hogyha mind a két fél látja, belül felismeri, a projekciókat a másikról visszavonja, ismét letisztulnak a szerepek, akkor ez működik. Ázsiában nem az a kérdés, hogy te voltál, hanem az, hogy hol hibáztam. És ez nem bűntudat, hanem annak a látás, hogy ez én részem mi a konfliktusban. Én magam hogyan járultam ehhez hozzá, és azt megszüntetem, a másik pedig a sajátját de nem megyek át a hálón túlra, és nem mondom meg neki, hogy mit csináljon. Én megcsinálom a saját részemet. És hogyha tényleg szeretett kapcsolatról, valamilyen szintű intimitásról van szó, akkor ez nem lehet, hogy a másik ne lássa meg a saját részét. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Én a mantrákról szeretnék kérdezni, hogy van-e különbség, ha magyarul mondom, vagy a saját nyelvén, a hatásba? Van. Képzeld el, hogy mondjuk 1700 éve megy egy mantra, és nagyjából folyamatosan. Hiszen, hogyha kellő számú gyakorlót csinálja, az sohasem huny ki, az valahol mindig szó. Az olyan, mint egy rádiójel, amely elfoglalja a helyét a frekvenciasávban. Ez az, amit nagyon régóta csinálnak. Az, hogy milyen nyelven, az most mindegy és ezt énekelni tényleg más érzés, mint amikor mondjuk 20-30 éve éneklünk valamit, mondjuk magyarul, és az is nagyon szép, és az is nagyon jó, de az energetika mögötte más, mert nincs 1700 év munka benne. Kognitív szempontból, hogy te érted vagy nem érted, na az mindegy. A beletett energia, az nem mindegy. És van egy különbség abban, hogy ezt találom, ezt a mantrát, mondjuk az interneten, vagy élő mestertől kapom? Hát van. Elég nagy. Az internet, az nem lát téged. Egy élőmester lát téged. Hogyha a mestertől kapsz egy mantrát, akkor esélyes, hogy ez neked pont olyan, ami ennek lennie kell, mert a karmádhoz, a lelki alkatodhoz passzol. És el tudod vele végezni az adott feladatot. Internetről te leszedsz valamit, aztán az benned azt csinál, amit éppen csinál. Mert éppen a dualisztikus elmét döntött, plusz a marketing, hogy az jól hangzik, meg van egy szép videó hozzá, meg jó, hosszú, akkor biztos használ, mert bonyolult, te ilyenek. Ezeket azért nem érdemes az internetről szedegetni, mert nem élő hagyomány. Tehát az élő hagyománynak az a dolga, hogy veled, mint emberrel személyesen foglalkozzon, a tudatodat lássa, a karmádat lássa olyan mértékben, amilyen mértékben lehet és erre ad egy teljesen specifikus hozzád és egyébként másokhoz is illő mantrát, hiszen itt nincsen több száz vagy több ezer, de hogyha nem egy tanítótól kapod, hogy fennáll annak a veszélye, hogy csak a vágyaidat fogod vele tovább hajszolni. És ez önmagában nem vezet sehova. Ezzel nem ítélkezem a saját keresésed előtt, hiszen idejöttél, kérdést teszel föl, és ez nagyon jó. Én csak azt szeretném, hogy azt kapd, amit tényleg kell neked. És mi van akkor, hogyha kapok mantrát, vagy mantrákat, némelyik egyből megtapad. Tehát el se kell többször olvasnom. Valamelyiket még, még olvasva is alig tudom. Akkor a lelked nyitott valahol arra, ami hamarabb megtapadt, de aztán meg kell nézni, hogy ez benned mit csinál. Hát mostanában a reklámok, azok nagyon hamar elismételtetik veled a zenét, a frázist, a képsort, és akkor te a termékkel intim kapcsolatba kerülsz, beírod a lelkedbe, és amikor éppen vásárolni mész, akkor csak azt választod ki. Amikor a mantra egy dallamtapadással megragad benned, akkor annak a szerepe a lelkedben biztos, hogy nem átlagos. És valójában mit csinál veled ez a mantra, az megint csak egy tanító függvénye, aki mondjuk pár évtizede ugye ismerkedik ezzel, és a tapasztalatából építkezve tud téged tanítani. Azt szeretném megkérdezni, én teljesen új vagyok. Egy jó hete. Jött nagyon határozottan az az érzés, hogy na akkor most volt elég abból, amit eddig így előadtam életgyanánt, és hogy legyen már valami értelme annak, amiért itt vagyok. Annyi volt, hallgatom a, a videókat a, a YouTube-on, a videóidat, a kérdések a válaszaidat. Leültem meditálni, ami nem, nem igazán sikerült. ugye? Igen, mert nagyon a, a, film, de azt éreztem, hogy valamit tenni akarok, tehát hogy, hogy valami cselekedet legyen benne, úgyhogy egyelőre ott tartok, hogy én éneklés reggel és este felkelek és végig énekelem. Ez ezt egyedül? Hát ott igen. Hát a hallgat... állok Nekem nem menne. Így hallgatom a, a, ott, és olvasom, ami oda van írva, és így. Úgyse hát én egyedül, hát figyelj, hogyha nagyon ritkán, mondjuk utazom, akkor én pihenni szoktam, képzeld el. Hát persze a templom az nekem az odahaza, és ott van egy szanga, van egy drága csoport, és akkor együtt meditálunk reggelente, ülünk, éneklünk, stb. De ez egyedül ám nagyon nehéz, és ezért jó, hogy itt vagy. Mert, hogyha szeretnél csoportban gyakorolni, akkor lehet. Sőt, szerintem szükséges is, csak kultúránkban a csoportok iránti bizalmatlanság elég nagy, és joggal. Teljes joga. Na azt javaslom, hogy ki, hogy milyen közösen gyakorolni, milyen úgy meditálni, hogy nem csak te lódítod a szekeret a sárból kifelé, hanem egy ilyen köztes, hatalmas hóruk van, húsz embertől. Az az más. És a közös gyakorlatnak nem tudom eléggé hangsúlyozni a jelentőségét. Szunkszán zenmester ezt ahhoz hasonlította, mint amikor nem egyenként hámozod a krumplit, egy hatalmas vízzel telt vajlingba beleteszed, és egy rúddal elkezdett kavargatni. És akkor a hát krumplik ledörgölik a saját magukat, és a másikat. Ez a közös gyakorlat. Nem szoktuk szeretni. Viszont nagyon jól működik, és előbb-utóbb megszeretjük. Tehát van olyan, hogy a forma öröme, és akkor az örömnek is tudsz formát adni. Ezen gondolkodj el hazafelé. Mit jelent az, hogy kapsz egy formát, egy olyan gyakorlatot, amelyet nem ismertél eddig, és közösen csináljuk, ami ritka? Ez egy olyan forma, amitől előbb-utóbb te jobban leszel, a tuningból belépsz a közös gyakorlat szentélyébe, és ettől örülhetsz. És ez jó. Általában fordított szokott lenni a probléma, itt örömorientált fogyasztói társadalmunkban nem tudunk formát adni az örömnek. És az formátlanul így mindenhová beszivárok, kigyullad, lehúz, fölemel, és az örömnek is kell tudni formát adni. A gyakorlatra visszatérve, én javaslom, hogy egyszer gyere el a templomba, és tapasztald meg akár a teljesen nem szürke hétköznapokat, vagy pedig az elvonulás gyönyörűségét. És akkor tényleg egy olyan érzés foghat el, mint amikor a csepp visszatér az óceánba. Egyedül nagyon nehéz. Én emlékszem, hogy kezdőként ez nekem mennyire nehezen ment. Én vártam már a hétfőket, amikor a Szabadsághelyre Pesten fölmentünk, azaz Budán, és ott találkoztunk nem többen, mint 10-12 ember, néha csak 6 vagy 8. De a közös gyakorlat elképesztően fontos, és rengeteg erőt ad. Jó? nemrég elment édesanyám, és nem követtem valahogy, nem, tehát nem úgy reagáltam, és a férjem furán nézett rám, hogy nem zokogtam, nem kerültem a padlóra, hanem volt bennem egy, egy ilyen belső nyugalom, amiben belefért az is, hogy, hogy, hogy könnyezzek, meg de egyébként meg a jó érzések, a emlékek jöttek elő, a pozitív dolgok, és utána megkérdője lesz, hogy ez normális. Nézd, Kultúrától függően a társadalom elvárja, hogy te valahogy viselkedj, vagy a család rád rak bizonyos szerepet, amikor egy közeli hozzátartozó elhúny. Amit te magadban érzel, az egy teljesen őszinte és világos dolog. Ez viszont nem helyettesíti a gyász folyamatot. Előbb-utóbb a fájdalom is megjelenik, más módon, mint ahogy azt ugye elvárják, de az a lélekben benne van. Az, hogy ez mikor történik, vagy mi egyéb képzet párosul még hozzá, az tényleg egyénfüggő. De a gyász folyamat az az elvállás folyamata, hiszen a lélek kapcsolatok olyanok, mint amikor ezer szállal kötődünk egymáshoz, lélek a lélekhez, hosszú évtizedeken keresztül. Ezt nem lehet csak úgy elvágni, ez olyan, mintha ilyen nagyon lassan és fájdalmasan kihúznák a lélekből ezeket a szálakat, és ő megy a maga útján, mert már nincs testben teljesen természetes, hogy ezek az emlékeid vannak. És az is, hogy ezt egy idő után a szomorúság is átveszi. És az, hogy más érzelmeken is keresztül mész. És ezeket mind meg kell tudni élni, túl kell rajtuk jutni, és hogyha édesanyádnak szeretnél segíteni, akkor egy halotti szertartással tanítod őt, és a hátrahagyottakat is, hogy mit jelent életben lenni, és mit jelent meghalni. Mit jelent innen elindulni és a túlvilág kapujánál útjára bocsátani az eltávozottakat? A szertartásokat erre találták ki, és ezért végezzük, hogy életben is és halálban is segíthessük egymást, és helyesen kapcsolódjon lélek a lélekhez. Megköszönöm, hogy a mai estét együtt töltöttük, a megtisztelő figyelmeteket és jelenléteteket. Kívánom azt, hogy együtt gyakoroljunk és járjuk az utat. Köszönöm a figyelmet!